De ha egyszer geográfus. Igaz. Viszont nem vagyok kutató. Kutatóim sajnos egyáltalában nincsenek. Hogy jövök én ahhoz, hogy elinduljak és számba vegyem ezt a rengeteg izét? A geográfus azért van, hogy üljön a szobájában, és fogadja a kutatókat, és hogy kikérdezze őket, és hogy lejegyezze az emlékeiket. Aztán, ha valamelyiknek az emlékeit érdekesnek találja, vizsgálatot indítat az illető kutató erkölcsi megbízhatóságát illetően. Hát ezt meg miért? Azért, mert ha egy kutató hazudnék, annak végzetes következményei lehetnének a földrajzkönyvekben. Ismerek valakit, akiből nagyon rossz kutató lenne. Lehet. Nos, ha a kutató erkölcsisége kifogástalannak bizonyul, következik felfedezésének a megvizsgálása. Elmennek megnézni? Oh, ne, az nem, az túl bonyodalmas lenne, hanem felszólítják a kutatót, hogy szolgáltasson bizonyítékokat. Hanem, de nagyon messziről jöttél. Te kutató vagy. Írd le nekem a bolygódat, és én majd ceruzával lejegyzem. Nos? Az én bolygóm egészen apró. Nincs rajta semmi különös. Van 3 vulkánom, 2 működik, 1 kialudt. Bár sosem lehet tudni. Sosem lehet tudni. Egy virágom is van. A virágokat nem jegyezzük föl. Miért nem? Hiszen ez a legszebb rajta. A virágok múlékonyak. Mit jelent az, hogy múlékony? Mi csak örök dolgokat írunk le. De a kialudt vulkán egyszer csak működni kezdhet. Mit jelent az, hogy múlékony? Azt jelenti, hogy előbb-utóbb megsemmisül. Az én virágom előbb-utóbb megsemmisül? Úgy bizony. És én magára hagytam otthon. Mit tanácsol, uraságod? Milyen bolygót látogassak meg? A Földet. Jó híre van. A 7. bolygó tehát a Föld volt. Ez a Föld nem akármilyen bolygó ám. Van rajta 111 király, beleszámítva természetesen a néger királyokat is. 7000 geográfus, 900000 üzletember, 7,5 millió részeges, 311 millió hiú, vagyis körülbelül 2 milliárd felnőtt. Hogy valami fogalmunk legyen a Föld nagyságáról, gondoljuk meg, hogy az elektromosság felfedezése előtt a 6 kontinensen egész hadseregnyi lámpagyújtogatót kellett alkalmazni. Szám szerint 472.511-et. Kissé távolabbról nézve mindez pompás látványt nyújtott. A hadmozdulatok épp olyan szabályozottan folytak, mint egy balett mozgása egy opera színpadán. Kezdték az új-zélandi és az ausztráliai lámpagyújtogatók. Meggyújtották a lampionjaikat, aztán aludni mentek. Utána beléptek a táncba a kínai meg a szibériai lámpagyújtogatók. Majd ők is eltűntek a kulisszák mögött. Most került sor az oroszországi és indiai lámpagyújtogatókra. Utána az európaiakra és az afrikaiakra. Aztán a dél-amerikaiakra, aztán az észak-amerikaiakra. És sosem vétették el a színrelépésük rendjét. Nagyszerű volt. Amikor a kisherceg földet ért, alaposan meglepődött, hogy egy teremtett lelket se lát. Jó éjszakát! Jó éjszakát! Melyik bolygóra estem? A Földre, Afrikában. Ó, hát senki sincs a Földön. Ez itt a sivatag. A sivatagban nincs senki. De a Föld nagy. Nézd csak! Az ott az én bolygóm. Éppen fölöttünk. De milyen messze van. Szép csillag. Mit keresel itt? Nézeteltérésem támadt egy virággal. Ajjaj. Hol vannak az emberek? Itt a sivatagban olyan egyedül van az ember. Nincs kevésbé egyedül az emberek között sem. Te micsoda vagy? Én? Kígyó vagyok. Furcsa jószág vagy. Vékony, mint az ujjam. De bármilyen király ujjánál hatalmasabb. Nem mondhatnám, hogy olyan hatalmas vagy, hiszen még lábad sincs. Utazni se tudsz. Nem tudok. Nézd! A bokádra tekeredem. A
akit én megérintek, azt visszaadom a földnek, ahonnan származik. Te azonban tiszta vagy, és egy csillagról jöttél. Olyan gyöngének látlak, megesik rajtad a szívem. Ha egy szép napon majd nagyon visszavágyol a bolygódra, segíthetek rajtad, mert én... Ó, nagyon is értem. De miért beszélsz mindig rejtélyekben? Valamennyi rejtélyt megfejtem. Én most egy kicsit sétálni megyek. Csak légy óvatos. Jó napot. Jó napot. Itt is van virág? A sivatagban? Nem sok. Hol vannak az emberek? Az emberek? Van belőlük azt hiszem 6 vagy 7. Évekkel ezelőtt láttam őket. Minden bizonnyal egy karaván haladt erre. De sosem lehet tudni, hol s merre vannak. Viszi sodorja őket a szél. Nagy baj nekik, hogy nincs gyökerük. Viszontlátásra. Viszontlátásra. Aztán a kis herceg fölkapaszkodott egy kis hegyre. Életében nem látott még más hegyet, mint a 3 vulkánt, de azok csak a térdéig értek. Tetszik? Ekkora hegyről látni fogom az egész bolygót, meg az összes embert, azt hiszem. De nem látott egyebet, mint tűhegye sziklacsúcsokat. Jó napot! Jó napot! Senkit se látok. Senkit se látok. Ez a visszhang. Furcsa. Jó napot! Jó napot! Itt vagyok az almafa alatt. Ki vagy? Én vagyok a róka. Gyere, játsszál velem. Olyan szomorú vagyok. Nem játszhatom veled. Még nem vagyok megszelidítve. Ó, bocsánat. Mit jelent az, hogy megszelidíteni? Te nem vagy ide valósi. Mit keresel? Az embereket keresem. Mit jelent az, hogy megszelidíteni? Az embereknek puskájuk van és vadásznak. Mondhatom, nagyon kellemetlen. Azon fölül tyúkot is tenyésztenek. Ez minden érdekességük. Tyúkokat keresel? Nem. Barátokat keresek. Mit jelent az, hogy megszelidíteni? Olyas valami, amit nagyon is elfelejtettek. Azt jelenti, kapcsolatot teremteni. Kapcsolatot teremteni? Úgy bizony. Te pillanatnyilag nem vagy számomra más, mint egy ugyanolyan kisfiú, mint a többi 100 meg 100 000. És szükségem sincs rád, ahogyan neked sincs rám. Számodra én is csak ugyanolyan róka vagyok, mint a többi 100 meg 100 000. De ha megszelídítesz, szükségünk lesz egymásra. Egyetlen leszel a számomra a világon, és én is egyetlen leszek a te számodra. Kezdem érteni. Van egy virág. Azt hiszem, ő megszelidített engem. Lehetséges. Annyi minden megesik a földön. Ó, ez nem a földön volt. Egy másik bolygón? Igen. Vannak azon a bolygón vadászok? Nincsenek. Lám, ez érdekes. Hát tyúkok? Azok sincsenek. Semmi sem tökéletes a világon. Nekem bizony egyhangú az életem. Én tyúkokra vadászom, az emberek meg érrám vadásznak. Egyik tyúk olyan, mint a másik, és egyik ember is olyan, mint a másik. Így hát meglehetősen unatkozom. De ha megszelidítenél, talán megszépülne tőle az életem. Látod ott azt a búzatáblát? Nincs semmi szükségem a búzára. Nekem egy gabonatábláról nem jut eszembe semmi. Tudod, milyen szomorú ez? De neked olyan szép aranyhajad van. Ha megszelidítenél, milyen nagyszerű lenne. Légy szíves, szelidíts meg. Kész örömest, de nem nagyon érek rá. Barátokat kell találnom, és annyi mindent meg kell ismernem még. Az ember csak azt ismeri meg igazán, amit megszelidít. Ha azt akarod, hogy barátod legyek, szelidíts meg engem. Jó, jó, de hogyan? Sok-sok türelem kell hozzá. Először leül szép, tisztes távolságban tőlem, úgy, ott a fűben. Én meg a szemem sarkából nézlek.
Te pedig nem szólsz semmit, hiszen a beszéd, mint mondani szokták, a félreértések forrása. De minden áldott nap egy kicsit közelebb ülhetsz. Ezzel befejezték az aznapi beszélgetést, és másnap a kis herceg visszajött, és leült a fűbe. Jobb lett volna, ha például délután 4-kor érkezel majd, és én már 3-kor elkezdek örülni. Minél előbbre halad az idő, annál boldogabb leszek. De ha csak úgy akármikor jössz, sosem fogom tudni, hány órára öltöztessem díszbe a szívemet. Így szokták mondani, szükség van bizonyos szertartásokra is. Mi az, hogy szertartás? Az is olyas valami, amit alaposan elfelejtettek. Attól lesz az egyik nap más, mint a másik. És szép lassan a kis herceg megszeridítette a rókát. És amikor elkövetkezett a búcsú órája, a róka szíve összeszorult. Érzem, sírnom kell majd. Te vagy a hibás. Én igazán nem akartam neked rosszat. Te erősködtél, hogy szelídítselek meg. Igaz, igaz. És mégis sírni fogsz. Igaz, igaz. Akkor semmit sem nyertél az egésszel. De nyertem. A búza színe miatt. És nézd meg újra a rózsákat. Meg fogod érteni, hogy a tiéd az egyetlen a világon. Aztán gyere vissza elbúcsúzni, és akkor majd ajándékul elárulok neked egy titkot. És a kis herceg megnézte a rózsákat, és megállapította, hogy semmiben sem hasonlítanak az ő rózsájához. Aztán visszament a rókához. Isten veled! Isten veled! Tessék! Itt a titkom! Nagyon egyszerű. Jól, csak a szívével lát az ember. Az idő, amit a rózsádra vesztegettél, azt teszi olyan fontossá a rózsádat. Ne feledd, felelős vagy a rózsádért. Aztán ráköszönt a kis herceg a váltóőrre, aki azt állította, hogy az utasokat rostálja, és döbbenten nézte az eldübörgő vonatokat. De sürgős nekik! Már is visszajöttek. Ezek nem ugyanazok. Ez egy ellenvonat. Nem érezték jól magukat ott, ahol voltak? Az ember sosem érzi jól magát ott, ahol éppen van. Ezek az első vonat utasait üldözik? Ilyesmiket kérdezett a kis herceg. És ráköszönt a kereskedőre is, aki szomjúságoltó labdacsokat árult. Hát ezt meg minek árulod? Rengeteg időt lehet megtakarítani vele. A tudósok kiszámították. Heti 53 percet. És mit csinál azzal az 53 perccel az ember? Amit akar. A defektemet követő 8. napon vízkészletem utolsó csöpjeit kortyolgattam. Kétségkívül szépek az emlékeid, én azonban még mindig nem javítottam meg a gépemet. Viszont innivalóm sincs több. Úgyhogy magam is nagyon örülnék neki, ha szépen elindulhatnék egy forrás felé. Keresünk egy kutat. Kutat itt? Némán vándoroltunk órákon át, aztán leszállt az éjszaka, és sorra fölragyogtak a csillagok. Elfáradtam. Jó. Üljünk le. Azt teszi szépé a sivatagot, hogy valahol egy kutat rejt. Akár egy házról van szó, akár a csillagokról, akár a sivatagról. Ami széppé teszi őket, az láthatatlan. Örülök, hogy egy véleményem vagy a rókámmal. És mert elaludt, karomba vettem, mintha egy törékeny kincset vittem volna. Mentem, s hajnalban rábukkantam a kútra. Nem hasonlított a szaharai kutakhoz. A szaharai kutak egyszerűen homokba ásott kutak. Ez meg olyan volt, mint egy falusi kút. Nem furcsa. Minden készen van. Csiga, vödör, kötél. Hallod? Felébresztjük a kutat, és ő meg énekel. Hagyd majd én. Neked ez túl nehéz. Éppen erre a vízre szomjazom. Nálatok az emberek egyetlen kertben 5000 rózsát nevelnek. Mégse találják meg, amit keresnek. Nem találják meg.